Sziasztok! Ez itt a Kis Mukkely csatorna. Ez itt a Philips mikrohifije, aminek a típusszáma MCM2300. Nézzük, mit ígér. CD lejátszás, MP3, USB csatlakozás, Digital Sound Control. Digitálisan optimalizálja a legjobb hangzást, előre beprogramozott equalizer gyakorlatilag. Lejátszás MP3 CD-n és újraírt CD-lemezen. USB-n keresztül képes lejátszani MP3-as fájlokat. A zenei teljesítménye 15 watt. Nézzük, mi van a dobozban. Jótállási jegy, az most minket nem érdekel. Van egy távirányító. Menet közben kibontom. Van egy kezelési útmutató, hátra lesz benne magyar nyelv is. Egy darab elem. És itt található maga a készülék, egy kettő hangfal, és maga a mikro lejátszó. Egy kis pici doboz. Philips hangfalak. A mikrohifi szélessége 18 centi, mélysége 22 centi. Nézzük a magasságát. A magassága lábakkal együtt, ha mérem, akkor durván 12,3 mm. Szimplán a magassága pedig csak 11,5 körül van. A lábakat azokat hozzá kell adni. Hangfalak, plusz-minusz, jobb oldal, bal oldal, antenna kábel, típusinformáció, és egy 220-es csatlakozó. Lajon a gumilábak. Mivel ez egy mikrohifi rendszer, ezért fontos lehet a méret. Szélessége 15 centi, mélysége durván 13 centi, a magassága pedig 24 centiméter. Ennél a rendszernél megszokott kis forrasztott kábel végek láthatóak. Az előlap elejét nem lehet levenni, tehát ezt nem lehet levenni. Gumilábak vannak az aljára. Egyszerűen kell csatlakoztatni a hangfalat a készülékhez, a feketét a fekete színhez kell párosítani, a pirosat a piros színhez kell párosítani, és ezt meg kell ismételni a másik pár hangfallal. Kibekapcsoló gomb, USB csatlakozó, audio bemenet, CD, diszk, USB.
Rádió. Audio bemenet. Ismételten CD. Kírja, hogy DSC, nincs benne diszk. El lehetne indítani, megállítani. Aki szuper távirányító. Nagyon kézre áll, nagyon pici. Kibekapcsolás, funkció. CD. Kibe. Rádió funkció. Itt a szenzora. CD. USB vagy audio bemenet. Hangerő szabályzó. Megállítás. Ismétlés. Némítás. Kijelző. Lehet változtatni a kijelző fényerejét. Programozni lehet a számokat, hogy játssz egymás után. Sound. Különböző programok hozzá. Órát be lehet állítani. Itt pedig az időzítő 120 percről indul vissza. 90, 60, 45, 30, 15 perces időintervallumokkal. Amit sajnálok, hogy nincs benne Bluetooth adapter, így okostelefonról nem lehet streamálni a zenét. De még megpróbálok gyorsan egy hangtesztet USB-ről, hát ha nem tiltja le a YouTube. Veszem az irányítást és távirányítóval. Beolvasás. Nézzük meg a gombot. Ez a rádió lesz. USB bemenet. CD, USB. FAT32-re van formázva a pendrive, MP3 van rajta, körülbelül vagy 4 fájl. Itt a szenzor. No USB. Na, csak sikerült beolvasnia. Elindult. Kellemes hangja van. Thank you.
Következő. Basszus legyen benne. Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kismunk 1 csatorna volt.